Kedves naplóm, ma már többet nem írok beléd. És most edek egy kis törbogyót az ebédhez. Kíváncsi vagyok, mit ír rólam törpilla? Kiesem, kilesem. Biztos nem fog megsértődni, ha icipicikét belenézek. Leske tört! A naplóm, a naplóm! Teljesen elázott. Ne aggódj, törpilla. Látod, már semmi baja sincsen. Jaj, nagyon haragszom rád, leske. Mindenbe beleütöd az orrodat. Csak egy kicsit belelestem. Mit főzed, hami a konyhában? Kilesem, kilesem, kilesem. Ez nem rétes, nem torta. Ez valami még finomabb lehet. Abban nem lehet semmi baj, ha belekukkantok. Leske, törőbbre tetted a felfújtamat. De én nem akartam. Kifelé, de... kifelé, és többi beledugd az orrodat a sütőmbe. De... Miért olyan érzékeny mindenki? Én csak egyszerűen szeretek leskelődni. Szia, Okoska! Szia, Ügyi Fogyi! Hogy igyek a figyek, ha? Őrizzük törpapa laboratóriumát. Őrzitek? Te minek őrzitek, he? Azt nem mondhatjuk meg. Nem bizony. Törpapa ugyanis egy szigorúan titkos kísérletet folytat. Igen, mi parancsba kaptuk, hogy senkit nem engedhetünk be. Ez rá duplán vonatkozik, leske törp. Igen, duplán! Végre több napi munka után belekerül az utolsó alapanyag is. Csak egy cseppet, óvatosan, óvatosan. Mit csinálsz, törpapa? Mondd! Ha? Leske törp! Mi törpént? Mi törpént? Törpre tetted a kísérletemet, az törpént! Te csak leskelődni és szaglázni tudsz! Igen. Igaza van, és mindig csak kárt okozol a törpieknek. De hát én nem akartam. Mindig ezt mondod. És ott leskelődsz, ahol semmit keresni valót. Miért baj az, hogy kíváncsi vagyok? Nem az a baj, hogy kíváncsi vagy, hanem hogy ezzel bajt okozol. Ó, engem annyira dühít, hogy mindig mindenbe beleüti az orrát. Engem is. Minket is. Én nem akartam kárt okozni, csak megismerni a dolgokat. Hát taníts meg mindenre, törpapa, kérlek szépen. Rendben van, leske. Már is indulhatsz a nagymocsárhoz, hogy összegyűjtsd a kísérlethez szükséges anyagokat. És hogy ne üsd bele az orrodat semmibe, Okoska és Ügyi Fogyi is velem megy. Igen, törpapa. Már csak egy valami kell. Mocsári bugyor, azt találunk itt. De nagyon remélem, más nem. Siess már, leske! Itt mindig vacog a fogam. Rendben van, ez lesz az utolsó. Jó, akkor húzzuk el innen a csíkot. Várjatok! Figyeljetek csak! Halljátok! Mindig csak ez a munka. Elegem van belőle. Nem tudom miért, amikor mindent én csinálok. Hallottátok ezt? Lessük meg őket, jó? Nem lehet. Emlékezz, mit mondott törpapa. Igen, igen, vissza kell mennünk a faluba. Jól van, jól van. Mindjárt utánatok megyek. Leske, ne! Gyere vissza, leske! Minden átkozottnak keressük. Azt az átkozott tekercset. De sohasem találjuk. Bárcsak szerencsénk lenne végre. Gyere már, leske! Tűnjünk el innen! Ti nem vagytok kíváncsiak? Gyere már, leske! Nézd csak, nővérkék! Kicsi kék bestiák! Segítség! Megvagytok, drágáim! Lehet, hogy van belőlük még több is a víz alatt. Mi ez? Ó, találtam valamit! Megtaláltuk!
találtuk! Végre! Végre! Mit találtatok? Mi az? Mi az? Könyvet! Látod, nővérkém? Végre a miénk az elveszettekert! Hála ezeknek a kis kék bestiáknak! Ó, hát ez törpszerű. Akkor most elmehetünk? Elmenni? Azt már ne! Hát, fogtok nekünk a jövőben is szerencsét hozni. Amikor felfedezzük az elveszett várost! Az elveszett város? Tényleg? Hol van az? Majd megtudjátok, ha eljön az ideje! És most seferjünk haza! Hello! Bosszékák, drága gonosz nővérkéim, én vagyok az hókuszpók, ha-ho! Egy kis bossziport jöttem venni tőletek. Van itthon valaki? Nincsenek itt ezek a csúfvén banyák. Akkor én most ingyen kiszolgálom magam. egy kis üvegcse bagolynyál, két deci fekete sav, egy kis ilyen, egy kis olyan. a boszorkányok. Húha, nem találhatnak itt bennünket, mert akkor varangyukká változtatnak. Jaj, ne! És most be a ketrecbe, kis kék bestiáim. Nővérkém, van itt valaki? Én azt is tudom, hogy hol. Hókuszpók! Jó estét, hölgyeim. Erre jártam, gondoltam. Az út! Abrakadabraka! Nem! Hogy kerültek az üvegcsénk? A táskádba. Biztos ez a koszos macska tette bele őket, amikor nem figyeltem oda. Szégyeld magad, szia, miau. Nem, nem én voltam. Ezek szerint lopsz tőlünk. Menj, és ide többé bevetted a lábadat. Engedjetek el minket. Igen, már itt a lámpaoltás ideje. Csöndet és aludjatok, kék bestiák! Kék bestiák? Kék bestiák? Szia, miau! Ezek csak a törpök lehetnek! Nyám, törp, nyám! Hamarosan, igen, most már hamarosan a miénk lesz az, ami a világon a leggonoszabb és a leghatalmasabb! A gonosz jór jogara! Mi az? És hol van? És lehet látni? És mikor? Jór a nagy varázsló, aki az elveszett városban él. És olyan jogart készített magának, amely végtelen gonoszságra képes. Gonoszságra? Az kell nekem! Az kell nekem! Az kell nekem! Jaj! Jó így, nővérkém, hajnalban indulunk az elveszett városba. Hát, nekem az a véleményem, amit már törpapa is megmondott, hogy lassan jár, tovább érsz. Végül is, ha jobban meggondolom, mégiscsak hajnalba kell indulni. Szia, miau! Követjük őket az elveszett városba, és megszerezzük tőlük azt a gonosz jogárt. És ha az enyém lesz kővévé, változtatom a boszikat, aztán jöhetnek a törp kis... Leske, leske, törp! Ügyi, fogyi! Okoska! Jaj, törpapa, vajon mi lehet velük? Nyugalom, törpilla, még nem kell aggódni. Törpapa, gyertek ide! Nézzétek, mit találtam! Na, most már aggódhatunk, ebbe a zsákba szedték nekem a növényeket. Gyerünk, törpikéim, nincs veszteni való időnk! Hókuszpók!
Ő biztos tudja, hol vannak a törpök. Megkérdezem. Hókusz-pók, a lelkiismeretet hangja szól hozzád. A lelkiismeret hangja. Hol vannak a kis törpök? Azok a kis nyamvat törpök ott fönt a bosziházban. Nem lesz könnyű onnan kiszabadítani őket. Nehogy felébresszük. Na most elégedett vagy? Nézd, micsoda bajba kevertél minket. De én nem akartam. Ó, okoska, törpapa biztos kiszabadít minket. Törpapa? Azt nagyon kétlem. Törpapa soha nem talál itt ránk. Elvesztünk. Végünk van. Vajon hiányzunk nekik? Törpapa! Ó, hát törpapa, épp azt mondtam a törpieknek, hogy biztosan eljössz értünk. Várjatok, mindjárt kiszabadítunk benneteket. Szép munka, törpök. Gyerünk! De ki lesném, mi van benne? Jaj, leske, ne! Már megint kíváncsiskodsz. Én csak belekokkantak. Gyorsan, leske, futás! A kék bestiák! Megszök, Nick! Vissza, vissza! A szí, gyorsan, bele! A kosárba! Ideje elindulnunk, nővérkém, az elveszett városba! A szerencsehozó kék bestiákkal együtt! Szia, Miau! Mielőtt még a nap lemegy, miénk lesz a jogar és a törpikék. Most a fát körbe röpülni így, mi? Öt kört tenni a nagy mocsár fölött. Gyorsan, Szia, Miau! Utol kell érnünk őket! Itt a mohás szikla és az üres vaters. Gyorsabban, kis cicám, gyorsabban! Utol kell érnünk őket! Nem maradhatunk le! Ó, nővérkém, nem sokára megérkezik! Tudom, tudom, és olyan boldog vagyok, mintha békát nyeltem volna! Nézd, nővérkém! Végre! Ott az elveszett város! Én szinte a bőrömön érzem a gonoszságot! Igen, igen, én is! És ez a gonoszság hamarosan a mi hatalmunkban lesz! Ez nem mi? Hókuszpók! Köszönöm, kedves hölgyeim, az idegen vezetőt! Elviszem a söprűtöket és a kis kék bestiákat is, hogy ne unatkozzam! Na most aztán igazán benne vagyunk a pácban. Gyere, kis cicám, repüljünk gyorsan az elveszett városba, és szerezzük meg a jogárt. És most söprű, föl, előre! Azt mondtam, föl, te nyomorult söprű, föl! Jó! Azokat a szegény kis kék bestiákat sajnálom. Remélem, összetört Hókuszpók minden csontját.
És többé nem tud lábra állni. Gyorsan csináljunk új szuflit. És induljunk a jogaré. Törpikém, jól vagytok? Hol vagytok? Itt, törpapa. És mindannyian meg vagyunk. Kivéve Ügyi Fogyit, ugyebár? Én is itt vagyok, törpapa. Ügyi Fogyi? Akkor... Én is itt vagyok, törpapa. Erre törpök gyorsan! Utánuk, kis cica! Innen soha nem kerültök ki élve. Jól van, helyes. Őrizd a törpöket, amíg én megkeresem a jogart, és akkor kihúzzuk őket. Törpök, azt a jogart nekünk kell megszereznünk. De hogyan? Csapdába estünk. Talán nem. Ez a kő mozog, de mindenki segítsen. Szép munka, törperős. Tudom, hogy itt kell lennie annak a nyavajás jogarnak, és addig nem nyugszom, amíg az enyém nem lesz. Amíg az enyém nem lesz! Érzem, hogy a jogar nem ezen az emeleten vagy. Gyerünk! Mi van oda bent, törpapa? Mit gondolsz, he? Belesünk egy kicsit, he? Leske, óvatosan, érzem nagy gonoszság árad ebből a szobából. Ó, borsódzik a hátam. Az enyém is. Ki nem állhatom a borsót? Én megyek előre, ti pedig utána. Igen is, törpapa. Nekem nem tetszik ez a hely. Én meg ki nem állhatom. Nézzétek, az csak a nagy varázslói lehet. De hol a varázsló? Hova ment? Azt hiszem, törpök, erre tudom a választ. A gonosz jogar porrá változtatta a saját készítőjét. Porrá! Igen, a varázsló följegyzése szerint a jogar olyan gonosz volt, hogy még ő sem tudta irányítani. Attól félek, hogy az első kísérlete egyben az utolsó is volt. A dobozba is csak nagy nehezen tudta visszatenni. Ebbe a dobozba. Leske, nem, menj onnan! Törpapa! Törpapa! Ennek egyedül te vagy az oka, Leske! Ha nem kíváncsiskodtál volna, ez nem történt volna meg. Jaj, sajnálom, törpapa. Többé nem kíváncsiskodom. Megígérem. Késő bánat! Neki vége, és nektek is végetek lesz, ha megkaparintom a jogart! El a kezekkel, halkozpa! A jogar a miénk! Adjátok, az enyém! A miénk! Az enyém! A miénk! Az enyém! Ezért mi? Megfizettek, banyák! Te fogsz fizetni! Egy tökkel ütött varázsló! Nem hagyhatjuk, hogy megkaparintsák a gonosz jogart! Gyerünk! Előre, törpapáért! Előre! Gyerünk! Törpapáért! Gyorsan! A bozik söpője jó lesz! Jöttek! A kék bestiák! Elrúgják a jogarunkat! Azonnal hozzátok vissza, kis nyomorult törpök! Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyűségtől. Mielőtt ő szabadul meg tőlünk. Nem fog sikerülni, törpök. De sikerülnie kell. Lögd! Sikerül! Hurrá! Törpapa biztos büszke lett volna ránk. Igen, büszke is vagyok rátok. Törpapa, te élsz! Igen, bár ebben én sem voltam egészen biztos. A jogar megsemmisülésével megszűnt a varázslat is. Menekülnünk kell, mert a jogar még utoljára bosszút áll. Ez egész a ti hibátok! Nincs jogarunk, a törpök meg megszűntek! A te hibád! Egyébként megint rémáltatok! Mm.
Siessetek, törpök, futás! Gyere vissza, te nyomorult varázsló! Na várj csak, egyszer még a kezünk közé kapunk! Végre! A gonosz jór jogara füsté vált. És füstbe ment hókuszpok gonosz terve is? Segítség! 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 Elkapunk, hókuszpok! Jaj! 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 Leske törp, a kíváncsiskodásod miatt kis hián meghaltunk. De hát miért baj az, hogy egy kicsit kíváncsi vagyok? Ahogy a régi közmondás tartja, aki kíváncsi, hamar megöregszik. Igazán van, törpapa? A kíváncsiság önmagában nem baj. Persze, hogy nem baj, törpapa. Mint ahogy mindig mondtam, és nem győzöm eleget hangsúlyozni, a kíváncsiság azt jelenti, hogy valami oldhatatlan vágyék bennünk az ismeretlen föltérképezésére. Igazán kíváncsi lennék, hogy ezt miért csináltátok?